Az új felsőoktatási törvény zavaros, átláthatatlan és forráskivonást elkendőző tandíjrendszert vezet be. Én egyetemistaként még megúsztam, hogy több milliós tandíjt kelljen kifizetnem, és nem fogom eladósodva kezdeni a pályámat. De ne higgyük azt, hogy minket egyetemistákat nem érint az új felsőoktatási törvény. Az egyetemeink függetlenségének kérdése az, hogy a jövőben kit fognak minket tanítani, kiket fognak elbocsátani a tanáraink közül, meg fogja határozni a mi életünket is, a mi generációnk életét, és az egész ország jövője is ezektől a kérdésektől függ. Nem hagyhatjuk, hogy teljesen megalapozatlan és átgondolatlan intézkedések határozzák meg a jövőnket. Elegünk van abból, hogy rólunk döntenek, de nélkülünk! Az is elmegy az országból. A diákok a hallgatói szerződés kényszere, vagy a magas tandíjak mellett azért, hogy ezt elkerülhessék, miért nem mennének már első évesként is külföldre, ha itthon is fizetniük kell? A legjobbak, és akik megengedhetik maguknak, eddig is nagy arányban tanultak külföldön, hiszen magasabb színvonalú oktatást és értékesebb diplomát kapta külföldön. A kormányzatnak egyszerűen be kell látnia, hogy Európa egyetemei között verseny folyik. Olyan egyetemet, olyan szakot választunk, amit akarunk, ezen nem lehet változtatni. A hallgatói szerződéssel és a tandíjjal nem lehet lezárni az országhatárokat. Miből fogja visszafizetni a több milliós diákhitelt? A keretszámok drasztikus csökkentésével és a tandíj megemelésével rengeteg diáknak kell majd hitelt felvennie. Akkor körülbelül 90 és 100 ezer forint között fogok keresni. Ebből a megélhetésemet sem tudom kifizetni, hogy tudnék több milliós tandíjat visszafizetni. A diákhitel nem megoldás, mert ez nem szociális ösztöndíjrendszer. Nem lehet összekeverni. Aki megteheti tehát, az el fog menni az országból. Aki pedig nem teheti meg, pusztán anyagi okok miatt, az teljesen ki fog szorulni a felsőoktatásból. Követelünk egy komolyan vehető szociális ösztöndíjrendszer! Köszönjük Zsófinak, hogy úgy érti, hogy a hallgatói hálózat érte is, és a gimnazistákért is szót emelt az edukáció kiállításon, ahol több tucat gimnazista és egyetemista folytatta bele a szót az oktatási hivatal elnökébe, hogy így tiltakozzon az új rendszer ellen. A hallgatói hálózat ezután is mindig mindenhol fel fog lépni, ahol a mi jogainkat csorbítják. És a keretszámok teljes újragondolását. Nem az örökös kötésre! Nem az örökös kötésre! Követeljük! 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 Követeljük!
hogy egyetemi stábnak és főiskolásoknak olyan alulról szerveződő közössége jöjjön létre, akik mi magunk kiállunk a saját jogainkért. Mert az egyetem a miénk! Az egyetem a miénk!